A görögkatolikus Caritas 1990-ben alakult újra, és most fogjuk a 30 éves évfordulót tartani. Azóta dolgozunk a szegényekért, próbálunk a rászorulóknak segíteni sok területen. Azért fontos, hogy az ember, mármint egy Caritas működjön, mert így tudjuk igazából helyben fölmérni a rászorulókat. Hiszen nekünk is körülbelül 30 csoportunk van 2000 fővel, és ők azok, akik helyben Csegöldön, Csengerújfaluba vagy Bujon föl tudják mérni, hogy ki az, aki rászorul, illetve tudnak segítséget kérni a Caritastól, akkor tudunk segíteni, hogyha minket is megkérnek, hogy segítsünk. Nálunk nem számít a felekezet, tehát bármilyen felekezetű, bármilyen bőrszínű, bármilyen vallású, nézetű embernek segítünk, nekünk csak rászoruló van. Akár külföldi, akár magyar, hogyha szükség van, akkor segítünk. Volt már olyan, hogy jugoszláv kamionosnak segítettünk, hogy haza tudjon menni. Tehát nem nézzük azt, hogy ki az a rászoruló, vagy milyen felekezetű, ez számunkra nem számít. A legnagyobb támogatónk az maga a Nyíregyházi Egyházmegye, ők, akik az alapot megteremtik számunkra. Az adó 1%-ából is részesülünk, illetve amit saját magunk, van egy Caritas pontunk, amely működik. A adományokból, amit a vállalkozók adnak, ezekből tudjuk összetenni az éves költségvetésünket. Megpróbálunk most már egyre jobban nyitni, hogy máshol is megismerjenek minket. A vállalkozók nem könnyű őket megszólítani, de én úgy érzem, hogy egyre több ember érzi át, hogy mennyire szükség van erre. Szükség van arra, hogy segítsünk, mert azért ebben a térségben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azért még nagyon sok a szegény ember, és nagyon sok a rászoruló. Ezért én azt érzem, hogy egyre jobban nyitnak az emberek, de nem egyszerű a feladat. Én úgy érzem, hogy az, hogy bővülünk, hogy már amikor átvettem, 16 csoport volt, most pedig 30 csoport működik, én úgy gondolom, hogy ez a bővülés az, ami én büszke vagyok, és remélem, hogy ez még tovább fog, mert még van mindig lehetőség. 2 állandó munkatársam van, és a tavalyi adatok szerint 2500 segítő. Jelenleg több programot viszünk, az egyik a pelenka program, amikor is rászoruló családoknak juttatunk pelenkát, a másik az a lakhat program, amikor is olyan kifizetetlen számlákon próbálunk segíteni, kifizetett számlákat próbálunk kifizetni, amely segítség a rászorulók számára, illetve a járvány esetében több számítógépet is adtunk családoknak, akik ilyen igénnyel fordultunk felénk, és több mint 200 csomagot készítettünk már, osztottunk ki Baktalóránd házától kezdve Nyíregyházán keresztül Csegöldig. Ezeket próbáljuk tovább vinni, és még van lehetőségünk, hál' Istennek, a Nyíregyházi Egyházmegye támogatásából, hogy ezt a programot folytassuk. Számunkra az 1% azért fontos, mert ebből tudunk igazából eszközöket beszerezni. Ez a géppapírtól kezdve a gázolaig, ez számunkra minden egyes forint nagy segítség. Az irodánkat tudjuk fejleszteni, ezért szükséges az, hogy az 1% támogatást ne másnak, nem más szervezet kapja, hanem mi.